alávaló az a módszer, ahogy a Fidesz módosító javaslatokat nyújtott be a választási törvényhez, mondja az LMP. A párt szerint az eljárásnál már csak a módosítók tartalma alávalóbb, mert azok megkönnyítik, hogy a Fidesz visszaéljen kormányzati hatalmával. Az LMP úgy véli, a módosítók is alátámasztják, hogy teljesen felesleges az előzetes regisztráció. Ugyanis azok is ajánlhatnak képviselőjelölteket, akik nem regisztráltak. Az ajánlók adatait viszont az országos lakcím nyilvántartás alapján ellenőrzik majd. A párt szerint a napnál is világosabb, hogy az állam rendelkezik azokkal az adatokkal, amelyek alapján automatikusan regisztrálni tudná az állampolgárokat. Karácsony Gergely a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Na hát akkor mi, hogyan volt ez, hogy az egyik azt mondja, hogy, mert tudom, tehát Siffer András azt mondta, hogy nem vesznek részt az Alkotmányügyi Bizottság ülésén, már hogy nincsenek értelme, de hogy itt volt ilyen bunkózás, meg tehát, hogy az egyik azt mondta hazug, a másik meg, hogy bunkó, tehát ez olyan méltó egyébként a magához a választójogi törvényhez és annak vitájához, miközben az egyik legfontosabb demokratikus eszközünkről vitáznak a képviselők. Hát igen, a Fidesz azt csinálja, hogy egy focis hasonlattal éljek, mert ezt általában jobban szokták érteni a fideszes politikusok, hogy mondjuk megnyerik a, nem tudom, az NB1-et, és azt gondolják, hogy ennek a farmvizén akkor most módosítják is a szabályokat, és az ellenzéknek nagyobb lesz a kapuja, mint nekik. Tehát nagyjából ez történik a választási törvények kapcsán. És ráadásul az is egy probléma, hogy itt a választási rendszer az egy olyan központi elem a demokráciának, amit egységben kellene kezelni, és ugye tavaly évvégén elfogadták a választási rendszert, ami ez a bizonyos 199 fős parlamentnek a választási szabályt mutogatja. Ugye akkor mi láncoltunk magunkat a parlamenthez, tehát arról is megvolt a véleményünk, de arról is megvolt a véleményünk, hogy mi van ebben a törvényben, és arról is, hogy ez a kettő nem egy egységes vitában volt megtárgyalva, és nem csak az ellenzéki pártokról van itt szó, bár egyébként kultúrországokban a választási rendszert egy párt nem szokott módosítani, mert ez egyszerűen a fair play-nek a felrúgása, hanem sőt, arról lenne igazából ideális esetben szó, hogy egy nagyon széles társadalmi vita van erről, és mondjuk a sikeres választási reformok, amiket ismerünk különböző országban, azokat általában népszavazás is erősített meg. Na most ehhez képest, ugye a végre... Ez majdnem fél órájuk lett egyáltalán a módosításokat átolvasni. Igen, és hát mondjuk az nem magam a sarnálható, mert ez tök mindegy, de amikor az ember ott van mondjuk hajnal egykor a parlamentben, és akkor mondja az érveit a részletes vitámon, és ott alszik néhány fideszes képviselő, az egyik éppen föléved, és azt mondja, hogy nyugodjanak meg, mert holnap reggel benyújtunk egy 200 oldalas, vagy 200 pontból álló módosítást, akkor az ember olyan furcsán érzi ezt magát. Ezt így mondta is valaki, aki hát, felgett egy kicsit? Akkor már terjedt ez a pletyka, és akkor Papcsák Ferenc megerősítette, hogy nyugodjunk meg, mert itt minden probléma orvosolva lesz. Egyébként nem lett orvosolva, de sőt, várj, hogyha... tartalmilag is. Tehát az eljárás is nagyon Ferenc durva. Volt az, aki a vita végén mondta. Igen. Akkor Papcsák Ferenc mikor írta ezeket a módosítókat? Igen, én be is kívántam neki, hogy remélem most akkor jegyzett el képviselőtársam, mert ő azt mondta, hogy most meghallgatjuk az érveket, és akkor reggel 8-kor ott lesz a 200. És ott is volt. És ott is volt, nagyon jól dolgoztak, igen. Hát ez önmagában az eljárás, de az eljárás nagyon arcpirító, de ami ebben benne van, ez a módosítási irány, azért arról is érdemes beszélni, mert egy kicsit az a viharfelhő, ami az eljárás miatt kialakult, az elvette a figyelmet attól, hogy mi is van ebben az új módosításban, és mi az irány. Nálunk nem vette el a figyelmet, hosszasan beszélgettünk róla már tegnap több vendéggel is. Még egyetlen egy dolog erejéig térjünk vissza erre a bizonyos tegnapi alkotmánybizottság ülése. Itt szintén Papcsák Ferenc mondta azt, hogy félreértés Lex Bajnaiként értelmezni a módosításokat. A korábbi kormányfő arra sem méltó, hogy akár csak említést is tegyenek róla a bizottság ülésén. Jó, hát ez egy ilyen Papcsák Ferenci fordulat. Egyébként azt gondolom, hogy bizonyos szempontból tényleg lukra futottak az ellenzéki képviselők, mondjuk nyilván, ha nem tudták elolvasni rendesen a törvényjavaslatot, akkor ez megtörténhetett könnyen. De ezzel együtt is a történet messze nem ér véget, mert én abban egészen biztos vagyok, hogy a drága látos kétharmad a pártok működésével kapcsolatos törvényeket is újra fogja írni. És most tulajdonképpen tényleg az a tényleges helyzet, hogy országgyűlési választáson a párttörvénynek megfelelő egyesületek vagy pártok indulhatnak, de hogy ez így lesz fél év múlva, és hogy ez mit fog pontosan takarni, és a pártok működésével kapcsolatosan mit fognak kimondani, és például nem fogják-e kimondani azt, hogy csak olyan párt indult a választáson, ami mondjuk legalább két évben be van jegyezve, hogy adjak egy ötletet nekik. Tehát, hogy itt bármilyen biztonságot eddig elkövettek, és azt gondolom, például hogy... Például rendvédelmi szervek nél szolgálók, hogy akkor a leszerelésüktől számítva hány év múlva választ. Hatók, hát, tehát, hogy akár egy ilyen szabályozás. Az önkormányzati választás esetében ugye a Jobbikkal szemben
amivel szemben én minden politikai eszközt el tudok képzelni, mondjuk az, hogy egy rájuk szabott alkotmánymódosítással próbálták ugye a Jobbiknak az önkormányzati választáson induló potenciális jelöltjeit kizárni a választásból, és ugye azt mondták, akik az elmúlt 5 évben rendvédelmi területen dolgoztak, azok nem indulhatnak a választáson, majd rájöttek, hogy beleesik a győri polgármester, akkor levitték 3 évre. Tehát, hogy ezeket a technikákat ismerjük, és azt gondolom, hogy az, hogy bármilyen egyesület ténylegesen milyen feltételekkel vagy párt hogyan indulhat majd a választáson, ezt most nem fogjuk megtudni, mert és azért nem tudjuk meg, mert ez a logikája a fideszes törvényhozásnak, hogy szétemen szalámizzák le az egyes intézményeket, és éppen azért csinálják azt, hogy az eljárási törvény és a másik törvény az nem egyszerre van vitatva, hogy ne derüljön ki, hogy tulajdonképpen milyen irányba akarják torzítani a választói akarat kinyilvánításának lehetőségét. Tehát nem olyan nehéz a kettőt összehozni valahogy a fejünkbe. Még egy idézet a tegnap esti alkotmányügyi bizottság üléséről. Egy másik idézőjelbe, tehát kedvencem, mármint hogyha az ülések így zajlanak, akkor idézőjelbe teszem, hogy kedvencem. Vas Imre fideszes képviselő próbált javaslatot tenni, hogy hogyan lehetne ezt a vitát gyorsítani, és ő azt kezdeményezte, hogy ugye több mint 50 pontról a képviselők nevezzenek meg 5-5 olyat, amelyről elmondják a véleményüket, a többit meg egyeztetés nélkül engedjék át. Tehát ez ilyen jó pofa. Hát akkor van 50 vitatott pontunk, mindenki mondjon 5-5, a többit meghagyjuk. Igen, van egy kvótája mindenkinek. Akkor így beleférünk az időkeretbe. De azért nézzük a részleteket is. Itt is van két kedvencem, az egyik, nem tudom, hogy önnek hány kedvence van a módosítások között, az egyik a bal felső sarok. Tehát, hogyha lesz ismerve a mi kis játékainkat, lesz abból vita, hogy ez most a pecsét tényleg a bal felső sarokba került-e, vagy ott már egy centivel lejjebb, az már inkább bal közép, de lehet, hogy jobb. Eleve gyanús a bal pecsét. A másik meg a szavazatszámláló bizottsági delegáltak száma. Ott ugye nincs benne a legfeljebb 2, hanem hogy 2 embert kell a pártoknak, vagy hát a választáson indul, 2 embert kell delegálniuk. 10 000 választó körzetnél az azt jelenti, hogy 20 000 embert kell delegálniuk? Én azt remélem, hogy nem, de ez valóban a törvényben nem derül ki, hogy ugye gyakorlatilag megsokszorozták a szavazókörök számát, és ugye azt mondják, hogy legalább 2 jelöltnek kell lenni a pártok esetében. Én azt remélem, hogy ez egy elírás, és akkor ezt még majd lehet pontosítani. Az biztos, hogy az egész választási rendszerrel kapcsolatos barkácsolás az egyre inkább vetíti elő azt a rémképet, hogy a választás tisztaságával kapcsolatosan komoly kételyek fognak felmerülni. Ugye itt volt egy másik ötlet, ami most lecsengett, úgy látszik, hogy csak egy blöff volt, ez a lakcímnyilvántartás megszüntetése, de ha ezt meglépik, akkor itt olyan fejreállás lesz és olyan káosz, amiben aztán tényleg nem lehet tudni pontosan kiszűrni, hogy valakit 2-szer szavazott-e. Na most, de ha azt várjál, kezdve... hogy azt megszüntetik, az mondjuk nem a választási eljárásra szóló törvénynek a része a Ez a törvény, és maga ez a módosítás is, amit most legutóbb benyújtottak, az is nagyon erősen alapoz arra, hogy van egy országos lakcímnyilvántartás, ebből látszik a regisztráció tökéletes abszurditása, mert folyamatosan arról beszél, hogy hogyan kell egybevetni a regisztrációs adatokat a lakcímnyilvántartással, csak akkor az ember ugye józan paraszt észre is felteszi azt a kérdést, hogy ha az állam úgy is tudja, hogy ki vagyok én, és hogy szavazhatok-e vagy sem, akkor miért cseszeget engem azzal, hogy nekem regisztrálni kelljen. És hát az én kedvencem, akkor hagyd mondjam én is a kedvencemet, ez az eljárás, hogy a jegyző felkeresi az állampolgárokat. Igen, ez másik, ezt én be is körgáztam. Tehát a jegyző 85-ös paragrafus 1-es bekezdése szerinti választást megelőző évben szeptember 1 és december 31 között időszakban az illetékességi területén lakcímmel rendelkező választópolgárokat a lakcímükön felkeresi. Tehát nem megkeresi, mert azt mondja, lehet levélben, vagy igen, nem tudom, szórólapon, és tájékoztatja őket választójoguk gyakorlásának feltételeiről és névjegyzékbe vételük módjáról. Tehát a jegyző, hát szép kihívás. Na most egyrészt az, hogy 8 millió állampolgár felkeresni, hát azért az így elég kemény meló lesz. Tehát ezzel fog foglalkozni a magyar állami igazgatás, hogy felkeresi azokat az állampolgárokat, akiket egyszerűen levélben értesítetni őket, hogy jó napot kívánok, lesz egy választás, vasárnap reggel tessék eljönni, hogy eltetszik-e jönni. Ehhez képest mindenkit felkeres. Egyébként a módosítás módosításának a módosítása, most nem viccelek, tényleg itt tartunk, az arról is szólna, hogy nem csak egyszerűen felkeres és tájékoztatja, hanem ezen az alkalom révén regisztrálni is lehet. Tehát van egy ilyen módosítás még ennek tehát, a módosítónak. Tehát a jegyzőházhoz jön? Jegyzőházhoz jön, igen. Tudjátok, ez történik. Tehát ott igen, tehát a mozgásában, egészségi állapotában. Nem, ez van egy olyan módosító indítvány, hogy amikor ezt a
ugye úgy hívják a politikában door-to-door kampányt, lefolytatja a jegyző, hogy az ember regisztráljon, akkor van egy olyan módosítás, ami ennek a módosításának a módosítása. Igen. És ez nem én vagyok bolond, csak szeretném jelezni a nézőknek, azért hanem tényleg ez történik. Mert mi tudjuk, is szoktam, mert hogy próbálom felfogni. És ezt is Papcsák képviselő úr? Nem, ez egy másik. Én úgy tudom, hogy ez Ulyás Gergely jutotta be a Papcsák féle módosító özönhöz, egy újabb módosítás. Igen. Ez azt jelenteni, hogy tulajdonképpen ott is személyesen lehet regisztrálni, tehát nem csak akkor, hogyha én mondjuk mozgáskorlátozottként kérem a jegyző segítséget, hogy regisztrálhassak, hanem ebben a kis kampányban. Hát, hála Istennek, hát hogyha úgy is le kell járnia, akkor... Vigyázzunk egy picit, mert azt gondolom, hogy Magyarországon nyilván elég viharos 20. századi történelmünk okán az embereknek a politikával kapcsolatosan két fajta hozzáállásuk van. Egyrészt nem szeretnék a hatalmat beengedni a lakásukba, meg úgy egyáltalán szeretnék kizárni, és egyébként hát is szeretnék a politikát... Jelző, soha, hát igen, tehát az ennek úgy a kötelességünk, hogy egyrészt az állam biztosítsa azt, hogy az emberek ne féljenek a politikától és a hatalomtól. Például ne kelljen félteni a személyes adataikat, a politikai véleményükkel kapcsolatos adatokat, de viszont mindent meg kell tenni azért, hogy minél könnyebben gyakorolják az állampolgári jogaikat, például a választáson való részvételt. Mi történik most? Ennek a teljes ellenkezője. Eljön hozzám a jegyző, ami azért egy budapesti esetében mondjuk, ahol hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy közlekedünk, véleményt nyilvánítunk, az egészen egy kis faluban eljön a jegyző és megkérdezi, hogy maga fog regisztrálni. Hát de hogyha eljön és azt mondja, hogy regisztráció lesz, ez mostantól így tetszik, nem tudjuk, hogy mit fog mondani. És akár most is lehet. Hát akkor meg teljesen jó, mert szerintem, hogyha egy kicsit valaki megszeppel, hogy eljött hozzánk a jegyző, és megkérdezi, hogy most regisztrál, persze. Tehát akkor a házhoz jön a jegyző. De nem tudjuk, akkor... hogy ezt fogja mondani. Hát akkor mit mond? Lehet... Hát lehet. Énekelget, vagy... Én abszolút nem akarok senkit személy szerint vádolni valami fajta politikai elfogultsággal, de Magyarországon azért ez egy elég általános vélemény, hogy a magyar közigazgatás az nem igazából politikamentes. Nyilván vannak jegyzők, akik jól csinálják a dolgokat, és vannak olyanok, akik bizony szerintem egy politikai összefüggésben teszik ezt. Én azért nem szeretném kitenni annak az önkénynek a magyar választópolgárokat, hogy ők pontosan milyen személyes beszélgetésen fognak részt venni. Ráadásul ez teljesen ellenőrizhetetlen lesz. Mi gondolja, hogy a jegyző, tehát az meg kiderül. Tehát, hogy fog kiderülni? Hát, hogy az, illetve, az, hogy 3200 településen mi történik, 8 millió állampolgár lakásában. Egy 5 példa kiderül, hogy volt nálunk a jegyző, és azt mondta, hogy hagyják ezt a regisztrációt, nem érez annyit. Hát ez nem biztos, hogy ki fog derülni. Az igazság, hogy csak egy másik példa. 2010-ben én 15 település ügyében tettem feljelentést, ahol azt a bejelentést kaptuk, hogy megy a postás, viszi ki az ajánló cédulát, és a postás után megy a jegyző, és gyűjti be. Ezt elmondták nekünk állampolgárok nagyon sok helyen. 15 település kapcsán tettünk feljelentést, semmi nem történt. Egy jegyző követte a postásokat? Így, bejelentek egymás után, vagy volt, amikor konkrétan egymás után, tehát hogy együtt járták a falut, és volt olyan, amikor mondjuk eltelt köztem mondjuk fél óra. Tehát azért mondom, főleg azokon a kisebb településeken, ahol az emberek nagyon kiszolgáltatottak, nagyon sokan az államból élnek, akár közmunkával, vagy közalkalmazottként. A gyerekük abban az óvodában járóban nem biztos, hogy be fog jutni. Egyáltalán mindenki ismer mindenkit, persze. Tehát azért egy ilyen országban ilyen mértékben kiszolgáltatni a politikai hatalom képviselőjének az emberek politikai akaratnyilvánítását, ez szerintem ez egy eléggé meredek dolog. Nem beszélve arról, hogy ez több milliárdos tétel. Tehát a népszámlálás az volt kb. Ekkora meló, az 10 milliárd forintba került. Most erre fogjuk követni az adófizetők pénzét, ahelyett, hogy küldjék nekik egy levelet, hogy jó napot kívánok, magának ekkor van választója, tessék eljönni, szavazni, vasárnap reggel föl kell eljönni, hogy elmegy vagy nem. Hát igen, van egy nagyon fontos alkotmányos alapjogunk, most viszont azt úgy, vissza kell hát szerezni. Hát kvalitsának rendesen. Igen. Hát vissza kell szerezni egy regisztrációval. Köszönöm szépen, hogy itt. Köszönöm.